Emlékezzünk vissza a tavalyi év decemberére, amikor még 480 forint volt az üzemanyag, ugye hatósági áron lehetett tankolni, és már akkor is kevés volt az a 15 forint per kilométer, ami maximum adható volt a munkáltató részéről üzemanyag hozzájárulási költségnek, a minimuma pedig 9 forint per kilométer volt, az nyilvánvalóan végképp semmire nem volt elég, már akkor, hangsúlyozom, a 480 forintos üzemanyagár korszakában. Aztán, miután kivezették a hatósági üzemanyagárakat, ez a 15 forint és 9 forint ténylegesen semmire nem volt már elegendő, és akkor szólalt meg a Mi Hazánk mozgalom, hogy meg kell emelni ezt az üzemanyag költségtérítést legalább 40 forint per kilométerre, mert az nagyjából fedezné a bejárási költségeket azok számára, akik autóval járnak dolgozni. Sokáig hallgatott a kormány, és nem tett semmit, majd néhány héttel ezelőtt a javaslatunkat, hogy úgy mondjam, felemásan, de mégis megfogadta, ezt a Mi Hazánk mozgalom részsikerként értékelte, ugyanis 30 forint per kilométerre emelték meg az adható maximumot, a minimumot is megduplázták, az pedig a 9 forint kétszerese, tehát 18 forint lett. Ez így önmagában üdvözlendő, bár a Mi Hazánk mozgalom tartja magát eredeti elképzeléséhez, hogy a jelenlegi üzemanyagárak és a rekordmagas infláció viszonyait figyelembe véve legalább 40 forintra kellene ezt emelni. Csak hogy egyre inkább jutnak hozzánk vissza az olyan információk, hogy akár még nagy multicégek sem adják meg ezt a 30 forint per kilométert dolgozóiknak, mondván, hogy az nem kötelező, az csak adható, és inkább a 9 forint dupláját, a 18 forintot adják a munkavállalóik számára, amely ugyebár el se éri a 20 forintot, tehát ez 3 forinttal több, mint a korábbi 15 forint, gyakorlatilag megint ott vagyunk, ahol a part szakad, tehát nincs előrelépés, és ezért a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, azt a követelést fogalmazza meg, hogy ez a 30 forint per kilométer legyen kötelező. Tehát ezt kötelezően kelljen adniuk a munkáltatóknak, és hangsúlyozzuk, ezen túlmenően továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, hogy végső soron 40 forint per kilométerre kellene emelni az üzemanyag hozzájárulási költséget, de most az égető és első lépés az volna, hogy legalább ez a 30 forint járjon mindenkinek, mert így a kormányzati propaganda mutogathat rá, hogy segített a dolgozókon, papíron nagyon szépen hangzik, csak a valóságban ez így nem segít a magyar dolgozókon.